Kedves nézőink, szeretettel köszöntelek benneteket. Itt vagyunk Zsuzsival, kirándulunk Somogyországban. Remélem, hogy a hang is jó, ha bár nagy szél van. Mikrofon is, hát reméljük talán hozza magát. Mögöttünk a Balaton látható, Szóládon a Nezde térségben vagyunk. Koppányvezér emlékparkban, szobor emlékparkban. Sokan tudják, sokan nem tudják. Itt egy picit körbenézünk, nem lesz hosszú ez az élő bejelentkezésünk. Remélhetőleg a kép is jó, ha bár itt kint nem nagyon érzékelitek, de nagyon, nagyon nagy a szél, ha bár biztos látszik a hajamon. Innentől fölmegyünk, kezdünk fölmenni, javaslom, itt a Zsuzsika segít nekem. Zsuzsi, ugye rögtön láthatunk egy szobrot. Próbálunk ügyesen mozogni a zsinór miatt, szép lassan. Ez Karaul Tártosnak a szobra, amit itt látunk, és a csodálatos Balaton háta mögött, ugye Somogyi volt az igazi, tényleg valós Tártos magyar társas Somogyból, ugye hosszú évekkel ezelőtt eltávozott, de csak testből, szellemben, lélekben itt van, szívünkben, jó magaméban is, hiszen Somogyi volnék magam is, szoktam mondani ilyen nagyképpen 1100 éve lelkemben, és hát ugye szüleim somogyiak, itt nőttem föl, ezen a környéken, és arra befele Törökkoppányig, és Bármonymegyer, Koppánymegyer, régi nevén Koppánymegyer, úgyhogy ez nekem hazai táj, ez az egész, ide sokat jártunk ki, de akkor ugye ez nem volt még ilyen emlékpark. Javaslom, akkor menjünk tovább, Zsuzsi, akkor így, ja igen, lassan, lassan itt azért intenek, hogy ne kapkodjunk, itt ez a zsinór, nem túl hosszú, és itt van, mindjárt odafordulunk egy picikét, megpróbáljuk megmutatni. Koppány vezér, ugye ide van írva, ide lent, hogy Koppány vezér, Somogy horkája, ugye hercege, kivezér, ki hogy ismeri, ugye innen nem messze van pár percre Kupavár, Somogyvár, amit hát hossz évek ezelőtt, nekem most illen tudnom hívni, nem tudom, emlék helyi nyilvánítottak ugye Szent Lászlóval együtt ugye a Kupavárt, vagyis Koppány vezér várát. Ide minden évben kijövünk egy-két barátommal és feleségemmel, mint most is, augusztus 20-a előtt 20-án, plusz-minusz egy-két nap, ugye most is egy-két nap múlva 20-a, mi itt ünnepeljük a 20-ai, ugye tűzi heték helyett a 20-át. Nem véletlenül, ugye nem árultam egy titkos somogyikén, én úgy gondolom, ha bár ez professzor Zeibert Róbert író, keletkutató, csodálatosabban megfogalmazta nálam, hogy méltatlanul van elfelejtve a történelemkönyvekben és a fejekben sokszor, tisztelet a kivételeknek, Koppányvezér alakja, munkássága és miensége, ellentétben Szent László, nem tudom, szent, ez egy furcsa dolog nálam, ez így, ilyen áldozatok árán hogy lehet az ember szent, de hát nem tudom, ugye Vajk néven ismerem, én még itt tartok, elnézést kérek, ez az én szerény véleményem, és ugye hát Koppányvezért múltját azért még mindig nem nagyon tisztázták, habár kevés, kevés adat van rá. Természetesen én nem szeretem azt sem, hogy vannak a Szent Istvánosok, Szent Pistások, Koppányisták, Isten ments! Ez nem szítása a helyzetnek, hanem egyszerűen méltó helyre került, akkor az így rendben van, illetve hát akkor ünnepelném még jobban örömmel augusztus 20-át, hölgyeim és uraim, ha Árpád vezérünk, ugye ez a bizonyos pozsonyi csata, amit Páros Attiláik és Csabáik megünnepelnek méltó módon a hősök terén, végre nemzeti ünneppé válna, hisz ha az a pozsonyi csata, az őseink Nyugat-Európával szemben nem védik meg, tudja mindenki, akkor itt nincs 20-a, nincs 48, nincs 56, semmi sincs, nagy valószínűséggel természetesen. De hát ezt nálam jobban tudják a történészek. Javaslom, menjünk, és jó pár professzor úr, hisz az ő kenyerük, nem is akarok én belebeszélni, drága, kedves ismerőseim és nézők, hanem egyszerűen csak lelkesen, hát lehet, hogy egy kicsit ugye hazabeszélve, mint ennyit megengedhetek magamnak, ha fölfele megyünk, javaslom, mutassuk meg, ugye ott most nemrég, amire ide eljöttünk, mert megyünk teljesen közel, nemrég egy kápolnát építettek föl, itt a tulajék, menjünk fölfele picikét, javaslom,
Így, ugye ezt jöttünk megnézni, és itt ugye méltán meg lehet emlékezni Koppány vezérről, Ápárdon, Népark. Elnézést kérünk, ha megszakadna esetleg a vonal, és a wifi jelünk is, mert azért hát ugye ez kell. Hát itt csodálatos a környezet, gondolom itt hátul látható, nem tudom, itt a Zsuzsa felé nézek, ugye a Balaton, hát egy csodálatos erdős rész, hát pazar, nem tudok mit mondani mást, sobogyiként lehet, hogy hazabeszélek, de hát ez pazar, itt csodálatos megemlékezéseket lehetne hajtani, megcsinálni, ugye, hát nem tudom, méltó környezet, nagyon rendben van téve, mint most is látom. Úgyhogy megyünk tovább föl a kápolnára is. Az a kérdésem, ha esetleg megszakadna, tartsatok ki, mert megpróbálunk odáig fölvinni, talán ott már a internetjel is jobb lesz. Hát Koppány vezérről, Somogyországról többet nem is mondanék, hisz azért, akik ezeket a kis videókat nézik velem együtt, legalább olyan tisztában vannak vele, mint Kovács Béla, de talán annyit érdemes, hogy megemlíteni, hogy professzor dr. Seibert Róbert, szintén somogyi fele barátom, kedves ismerősöm azért, megírt jó pár könyvet Koppány vezérről, Attila királyról. Hát azt én nagyon javaslom, hogy vegyük meg, érdemes. Nekem is megvan minden rész. Hát ha jól emlékszem, Püski kiadó, nagyon jó kiadása, majd Püski kiadótól tudjátok megszerezni. Ott lehet olvasni. Hát nem sok információ maradt fel Koppány vezérről. Nyilvánvaló Árpádról és a honfoglalásról azért több. Menjünk föl, és akkor hát, ha ott már jó lesz a jelünk teljesen gyorsan. Hozzáteszem egy kis maszekot zárójelbe. Amikor másfél éve jártunk itt, akkor nagyon lihegtem, most nem. Ugyanis egyfajtában jöttünk, az előbb bekapcsoltuk csak a gépet, és ide tudjuk jól, egy pár kilométeres gyalogút vezet. Úgyhogy az a bizonyos edzések, amit járok és Zsuzsival, feleségemmel, megtette nagyon pozitív hatását. Hát ez egy maszek zárójel bezár. Most innen, ha nézzünk egy kis nagyon jó kis, közben jöttek más látogatók is. Néha elég szépen vannak, néha meg senki. Hát azt hiszem gyönyörű, ott arra az erdők, somogyi erdők. Hát erre mit mondjak, no comment. Tehát tényleg nem haza beszélve, hanem no comment. A Balaton, ami utána, itt az emlékpark után, belsőleg megemlékezünk szépen csöndben az élőadás után, és elmegyünk mi is csobbanni, egy-két barátot megkeresni, rokont, hisz meghívásra jöttünk. De előtte úgy gondoltuk, hogy mint mindig, tiszteletünket tesszük, és mi itt ünnepeljük az ünnepeket, ezt a 4-5 napos ünnepet. Nem véletlenül. Ugye szoktam volt így mondani. Na, érdemes ráfókuszálni erre a kis kápolnára. Ez idén, képzeljük el, idén csinálták meg kereszttel együtt. Hála a jóisten és ugye a szponzorációnak és a tulajdonosnak. Itt végre kicsit majd le lehet ülni, be lehet rendezni, megemlékezni. Egy ökumenikus Isten tisztelette imával, egy magyar táltos szertartással gyönyörűen meg lehet emlékezni Árpád vezérről, Koppány vezérről és őseinkről. Itt el tudni képzelni, hogy Solyom Finagy Zoltán művész testőrünk, aki kiváló hagyományőrző, másokkal együtt természetesen egy kis koncertet, jó pár neves művésszel is. Na, innen egy újabb, nagyon lassút kérnék, akkor egy újabb kilátó néző. Ugye itt vagyunk már a kápolnától körülbelül 10 méterre. Hát most nagyon jó idő van, ugye most van szombat, és hát ott a Balaton végig, ugye a Somogyi Balaton rész, hegyek, jó lassan, hát ha így rendben van a dolog, közül jöttek látogatók is, picit így lehet, ugye az a Somogy belseje felé, hát gyönyörűséges dombok, lankák, és így. És javaslom, nézzük meg akkor itt ezt az új kápolnát, mert még mi sem láttuk, akkor szerintem fókuszáljunk rá, Zsuzsi.
egy picit, nem tudom mennyire van képbe, vagy hogy lehet közelebbről, majd megyünk közelebb is, mit tudom ennyi. Ott vannak padok, le lehet ülni, még fényképen láttam székeket is, de lehet hozni is, és itt ugye meg lehet emlékezni őseinkről méltán, itt egy kisebb kis társasággal is nyilvánvaló, hogyha esik az eső, vagy egy, meg egyébként is. Hát ez már tényleg ideje volt. Javaslom, hogy menjünk be egy picit, az ízét nézzük meg. Mint mondom, tényleg most látjuk mi is először. De hát ez tényleg így rendben van. Egyszerű, de nagyszerű. Pazar, szoktam volt mondani. Kicsit a hűvösbe álljunk is be, és érdemes egy picit így. Én itt kint maradok, ugye a napon itt mehetünk így. És innen is egy kicsit úgy lehet egy látképet adni a kedves nézőnek, adunk önöknek. Itt egy kis piknik, megemlékezés szívből, lélekből. Pazar, kirándulásként csodálatos családdal. Mindennel felszerekezve. Hát ide, lentről az út, jól emlékszem, ilyen 2 kilométer gyalog, fölfele vezet az út, de hát abszolút nem vészes. Abszolút nem vészes. Azt így most már gyakorlatilag tudom, mert jó pár éve az ide kijárunk, de akkor még ez a kápolna, kis kápolna rész nem volt, ahol itt lehet ugye Isten tiszteletet ökumenikusan, illetve őseinkre megemlékezni. És innentől ugye van lefele a szoborcsoport vissza. Nem tudom, mennyire látszik a háttér, ott a Balaton. Reméljük, hogy kedves nézőink látják. Egy picit én is belenézek, hogyha tartja Zsuzsi, hogy vagyunk. Hát azért látszik. Elmegyünk arra a Balaton irányába. Javaslom, hogy inkább nézzük a tájat, mint Kovács Béla arcát, és meg is értem önöket. Határozottan önkritikát gyakorolva, mert hát engem is ez nyűgöz le. Itt mindig itt a feleségemmel, a Zsuzsival itt megállunk, egy órát, másfél-kettő, attól függ, és bizony itt meditálunk. Pontosan oda megyünk ki, ahova le szoktunk ülni, meditálunk, elgondolkodunk együtt, és egy kicsit külön is pár méterre. És tényleg komoly, komoly átalakulás. Persze van ennek legendája, hogy itt ugye olvastam cikkeket is, sok cikket, még tegnap előtt is kiszedtem, hogy ez a hely olyan, mint egy gyógyító hely, írják, itt jobban gyógynak az emberek, itt erről főleg több évtizede volt nagy cikkezés és vita, pozitív és nem pozitív irányba, de placebo hatás vagy nem, hát el lehet ezen vitatkozni, hölgyeim és uraim, de az a lényeg, hogy tényleg, ha az ember úgy áll ki hozzá, akkor még talán még a lelkünket is gyógyíthatja, és ezáltal a testet is. Én ezzel nem vitatkoznék. Én maradok Somogyiként, megint hazabeszélek, azért van ebben ráció, nem csak máshol az országban. Hát én nem tudom. Most egy picit el is hallgattam, így körbenézek újfent. Hát mondom, fiatal korom óta ismerem a környéket, jövök, megyek, szoborcsoportok nélkül, de még mindig megállok, most is majdnem csöndben maradtam is. És lazítok, meditálok, Istenben elmélyedek, nem tudom, pazar, csodás. Ez a táj balatoni. Kicsit le is veszem a napszemüvegemet, de hát így is, úgy is rendben vagyunk. Most talán itt a Zsuzsinak jegyeztem meg, hogy zöldebb a természet idén, amerre járunk, de itt is. Mondom, minden évben jövünk, de hát általában erre a környékre, Koppányvezérvára, picit idálok, így talán nem nappal szemben jobb, vagy nem tudom. Hát ilyen évi 4-5, Zsuzsi annyiszor, ugye, körülbelül eljövünk ide is, és ugye Koppányvezérvára is környékére, Törökkoppány és Bábonyvegyere, Koppányvegyere, egy ilyen kis túrát teszünk, belső lelki megemlékezést, ne felejtsük el a magyar gyökereinket, de jó, enélkül is tudjuk, meg nem muszáj ez, de nekünk jól esik. Egészséges, sokat sétálunk, kerékpározunk itt a környéken, hozzuk, vagy kölcsönkérünk a rokonoktól, mint itt is majd, ha nem ma, akkor lehet, hogy holnap. Mindenféleképpen ezt is megehetjük, épp testben, épp lélek is oda-vissza. Hát nem tudom, nagyon sok mindent lehetne, nem tudom hány perce megyünk, mert nagyon nem akarok senkit sem föltartani, kedves ismerőseim is, aki ismeretlenül nézi, de történelmi folyamatokban nem akarok belemenni, csak ízelítőt akartunk adni ebből, hisz mondom ezt interneten is,
két-három professzortól profibban meg tudják tudni, videók, YouTube, egyéb más. Én csak azért lelkesedem, és fogok is, megmondom őszintén, mert somogyiként, törzsgyökeres somogyiként a szívemben van koppányvezér, és ez a nézet, és ugye a magyarság. Nekem meggyőződésem, iratokat is rengeteget néztem levéltárba, ugye újságüröként is közreműködöm, ilyen-olyan más munkám mellett, és ugye könnyebben hozzájutok, vagy lehet, hogy mindenki, nem tudom, lehet egyébként mindenki hozzájuthat, x forint vagy ingyen is. Neten is, és személyesen is utána jártam a professzor úr mentén, és sok minden egyértelmű vélt bennem, amit koppányvezérre, ha bár kevés adat volt, de a korból kiszedve ki lehet hámozni, ami lényeges természetesen. Tehát így én arra következés jutottam, de tény, számomra ténykérdés, hogy egy koppányvezért méltatlanul pocskondiázzák azóta is, és méltatlanul, hát szerintem szégyen szemre van kihagyva a magyar gyerekeink magyar történelmi könyveiből, illetve Árpád vezér, Hun királyunk, és ugye ez a pozsonyi csata szintén, én azt mondom szégyen gyalázat, hogy nem tanulják teljes vászélessége gyerekeink is, nekünk is, én kimondom őszintén, nekünk is hazudtak, nekem ez a véleményem, de pótoltuk, ez a lényeg. Hölgyeim és uraim, nem a múlton siránkozom, gyorsan mondom, kicsit félre is árok, nem a múlton siránkozom, hanem a jelenben örülök, de hát ezért a gyökereinket nem szabad elfelejteni, ez erőt ad mindannyiunknak, gyerekeinknek, nekem, öröknek is. Köszönöm a figyelmüket, ha tehetik, jöjjenek ide, írjanak rám, mondom a pontos címet, hogy lehet ide eljutni, gyalog, mindent átküldök, de csak messengerem. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és további jó hétvégét, és azért augusztus 20-án a tűzijáték előtt és után és alatt azért gondoljanak egy picit pár másodpercet, jó? Árpád vezérünkre és Koppány vezére is, Szent István mellett. Köszönöm a figyelmet, még jelentkezünk, nem ma, lehet, hogy holnap. Szervusztok, kész csokolom, viszontlátásra.